Üdvözlök mindenkit a Hearts of Iron 4-ben, ahol az első világháborúban fogunk most játszani. Érdekes módon nem a másodikban. Ez a Great War mod, ami az első világháború feldolgozása. Ezt bárki eltöltheti, akinek megvan a játék, a Steam Workshopon keresztül. Egyébként kb. A legtöbb szavazatot kapott mod. Úgyhogy döntöttem, hogy én is belevetem egy kicsit magam. Az Osztrák-Magyar Monarchiában fogunk játszani, itt van Ferenc Jóska. És... Elég bonyolult fókuszfák vannak, és elég bonyolult a rendszer igazából. Ugye elég nagy különbség, itt például a tankoknak nem igazán van szerepe, hiszen nagyon kezdetlegesek. Páncélzott járművek vannak, de az is igazából nem nagy számban, főleg lovasság és gyalogság, ami számít, hiszen... Hát, ekkoriban az volt. Úgyhogy kezdjük is el, igazából a fókuszfát elképzelésem sincs, hogy mit kéne csinálni. Felhezhetjük a sereget, mehetünk ilyen politikai hülyeségbe, az még szerintem ráér, mivel 1910-ben vagyunk és 14-ben fog elkezdődni a háború. Valamit infrastruktúrát fejleszthetünk, nem tudom, hogy ezeket tudjuk-e, nem, ezeket 11-ig nem tudjuk úgysem. Akkor ezt mondom, hogy menjünk equipment effortra, és kezdjünk el research-olni dolgokat. Mondjuk ezt, ezzel kevesebb lesz az research time, production, és olaj, hát olajunkat nem igazán van egyébként. Kifejezzük a talicskát, mert ez még nem létezett nyilván. Milyen gyorsan tudunk civilgyárat? Ez már augusztusra meg lesz. Jó, akkor csinálunk civilgyárakat. Úgy ennyit. Ha ezek a gyárak kész lesznek, utána állunk rá a militári gyárakra, addig nem is foglalkozunk vele. Tudunk... Mit tudunk? Tudunk Death Note 2-t. Egyébként valószínűleg kurvára mindegy, mert nagyjából itt is úgy néz ki a szituáció, hogy a... Szövetséges flottáltában fosra veri a tengely hatalmak, vagyis hát itt most központi hatalmak hajóit. És akkor kéne felvenni valakit a kormányba, mint nem feltétlen kell, de nem rossz, hogyha van. Kezdjük egy military terrorista, kell a military experience, vagyis army experience, hogy fejlesztjük a sereget, ugyanis eléggé fos a seregünk. Na de. Csinálunk ilyen elit katonákat. Hármat ide. Őket végtelenségig. Csinálunk ilyen fostos katonákat. Belőletek legalább 20-at. Ide. Csinálunk egyszerű katonákat. Titeket ide küldünk. Csinálunk lovasságot. Titeket ide küldünk. Lovasságból nem kell annyi, mondjuk csak 10, olyan 12. Csinálunk armored card. És csinálunk hegyegységet mindenképp. Belőletek sokat. Talán ez egyszer egy kicsit nagy vállalás, de ezek a seregek nekem kellenek. Úgyhogy egyenlőre annyit csinálunk, nem gyártunk armored card. Majd fogunk. És indítsuk az időt maxosan. Tinky Winky. Meghalt 7. Edward, nagyon jó. Ez minket abszolút nem érint. Ugye a szövetségesünk Németország. És Bosznia bábunk. De annyi ez nem is érdekes. Ugye a Törökország egészen ideig nyúlik, és Törökország a szövetségesünk is lesz. Illetve itt láthatjátok, hogy Törökország egy kicsit nagyobb területeket tud birtokolni. Mint az első világháborúsán azért, mint a másodikban, hiszen... Hát... Ekkor még nagyobb volt Törökország. Az összes sereget egybe rendelem, és megpróbálom átláthatóan majd elrendezni őket. Hamarosan. Kellenek majd olyan seregek, akik védik a partokat, illetve a frontokat. Oroszország... Tehát a háború következőképpen fog kinézni. Anglia és Franciaország megtámad minket, valamint Angliával együtt ugye a félvilág, British Raj, Ausztrália, Kanada, stb. Ez minket nem érdekel. A lényeg nekünk a britek és a franciák. És 15 környékén belépnek az olaszok, és 16 környékén belépnek a románok hátba támadva, mert románok és a románok általában ezt csinálják. És Balkán policy, jól van. És fel kell készülnünk arra, hogy az oroszok a forradalom miatt, ugye a bolsevista forradalom miatt ki fognak szállni a háborúból, és velük szövetséget fogunk tudni kötni. Na most
Ez tök jó. Jó, megszálljuk Boszniát. Áj. Jó, ezzel nem foglalkozunk. És amikor Oroszország kiszáll, hiába foglalunk el tőlük területeket, azt nem kapjuk meg. Úgyhogy... Ugye az oroszokkal nincs értelme igazából harcolni, előre nyomolni nem, csak meg kell állni a fronton és visszaverni őket. Nagyjából egyébként ennyi. Ennyi. És fel kell készülnünk arra, hogy Olaszország határait is ugyanúgy csak védeni fogjuk, és a mi elfőbb ellenségünk Szerbia lesz. És őket el fogjuk innen takarítani, illetve a románokat. Ezeket mindenképpen eltakarítjuk. És majd utána fordulunk nyugatra, nagyjából ez az én tervem. Hogy ebben mi fog megvalósulni, azt a jó ég tudja. Na hát ezeket egyenlőre nem igazán tudjuk fejleszteni, úgy van. Portugália. Hát ez tök jó, Portugália. Igazából azt csinálsz, amit szeretnél. Nekünk ez kelleni fog. Minél előbb egy erős ütőképes sereget szeretnék létrehozni, mert a monarchiának igazából hát nem túl jó. Közben itt, amit én fejezgetek, azzal nektek nem kell foglalkozni, én sem értem, hogy mit csinálok néha. Jó, mining, azt mondja, hogy... Jó. Anti-Russian policy, a... Oroszoknak nem fogunk importálni semmit, meg semmit, nem fogunk velük kereskedni, nagyjából ez a történet. Jó, ebből... vegyük már ki azt, amelyik ilyen fos egység. Tehát a piros nyílóakat ki kell venni. Tehát ez a 13 egység megy ide. Ők őrzik a partokat tulajdonképp. Jó. Többivel egyenlően nem csinálunk semmit. A hegyi egységeket egészen biztosan külön vesszük. Viszont ebben a negyben, nem tudom, ebben normál katonák vannak, ugye? Uh-huh. Jó, ebből... Ebből 29 megy az orosz frontra. A mi részünkre természetesen. Sőt, akkor már legyen 30, hogy ne legyen ilyen retardáltú. És kb. Ennyi. Egyenlőre. A többivel majd később foglalkozunk. Jó. Anti-Russian policy, ezzel mit csinálunk? Hát ezzel nem fognak szerezni. Ja, meg a trade-et majd csökkentjük ezáltal velük. Jó, hát az mindegy. Artillery. Oké. Okay. Jó, hát radar. Radar station első világháborúban, azt nem igazán tudnám elhinni. Jó. Division attrition, ezt mindenképpen meg fogjuk lépni. Talán logikátlanul csinálom ezeket a dolgokat, de néha én sem tudom, hogy mit kell, hova, milyen sorrendben, úgyhogy ez tök mindegy. Oké, okay, Industrial Concern. Az a 10 ember megy majd az olasz frontra. Jó. Illetve azokat lehet majd leváltjuk. Nem tudom még egyenlőre. Németország mit csinál? Németország hajóztatja az egységét. Igen, mert amúgy Németországnak vannak gyarmatai. Első világháború. Egészen sok van egyébként. Nem tudom, nyersanyag van egyáltalán azokban, de valami biztos van. Na jó.
Azt mondja, hogy... Jó, megújtjuk a három szövetséget, amivel ugye Olaszország is betartozik. Folytatjuk tovább a doktrinák fejlesztését, mert szükség lesz rá. Hajókat nem tudunk fejleszteni. Artillery jó. Jó, ezekkel nem tudunk mit csinálni. Itt tudunk tovább fejleszgetni dolgokat, bár nem annyira fontosakat, na mindegy. Azt hiszem van még mindig egy szót, na jó. Oké. Okay. Ez már nem tudjuk. Olaj, amiből nincs, de nem baj, csináljuk. Közben civil gyárak, aha, civil gyárak azok épülnek, mint állat. Jó. Jó. Egyenlőre menjünk erre, hogy limit trade with Russia. Motorized equipment-tel fogunk most foglalkozni. Machu Picchu. Brazíliának is jó nagy fókuszfája van egyébként, ahogy elnézem. Na mindegy. Organize the realm, ez mit csinál? Ja, ezt így már tudjuk csinálni, ugye? Mhm. Hát, legyünk jobb a Olaszországgal, a németek amúgy szeretnek minket. Meg egy kicsit javítjuk is a kapcsolatokat, jó? Jó, hát ezzel nem foglalkozunk. Hát, repülőket nem tudunk egyenlőre. Menjünk erre az ágra, itt fejlesztjük a titkosítást, meg ezeket a dolgokat. Óriási, ó, igen, Kínában kínlódnak. Jó, hogy kínlódjanak egymással egyenlőre, mi abban nem folyunk bele. Nem tudom, hogy hogy állunk az embereknek a lepakolásával, jó. Miből van hiány? Support equipment. Aha. Jó. Yeah. Mindjárt csinálunk akkor pár militári gyárat, sőt. Csinálni fogunk. Hamarosan is kész lesznek a civil gyárak, és akkor eszméletlen sebességgel fogjuk tudni gyártani. Jó, Olaszország szeret minket, ez a Németország annyira viszont nem. Ez minket nem zavar. Hát... Jó... Olaszország háborúzott a törekekkel, körülbelül 2 percig. Hát ez mindenképpen jó volt. Itt Németország amúgy mit csinál? Ez az egy hajó, nem tudom miért van ott egyébként. Mindegy, ez lényegtelen. Azt mondja, hogy... Cavalry-nak adunk. Egy tábornokot. War Medicine, azt kifejlesztettük, nagyszerű. És akkor ezen az ágon nem fogunk tudni semmit. Déli sark, északi sark, meg minden ilyen bizbasszal most nem foglalkozunk. Jó. A... Légierőt kezdjük tolni egy kicsit. Plusz ezeket fejleszgetjük kifele. Militári gyárakat erősítjük, gyorsabban fognak épülni. És
nagyjából ennyi ez az, amit itt igazából meg tudtunk csinálni a research-ek terén is, ugyanis ezen az ágon tovább nem igazán. Ja, de itt még tudunk menni, jó. Itt még tudunk menni, viszont egy idő után meg fogunk állni. És 14-ig nem fogunk tudni kicsinálni kb. Na, a Balkánon kezdődik mindjárt a parádé. Itt most a törökök ellen fog szólni ez az egész parádé. És ők fognak itt háborúzgatni. Amivel igazából nincs ellenemre. Nem rám tartozik amúgy sem. Researcherünk tovább. Ez a 21 egység, ez mi? Ez mind ilyen? Nem. Várjunk csak, mert mindjárt. Kedve itt a fókuszunkat. Militarizmre megyünk. Ezt jól megmondtam egyébként, nem tudok beszélni. Na mindegy. Ezt a 4 egységet kivesszük. Ezt a 20-at elhozzuk. Nektek kitörjük a frontot. 10-en gyertek szépen vissza. Ez a 20 egység. Megy egy seregbe, és ti fogjátok védeni az olasz frontot. Ez a 10 egység. Pedig megkapja ezt a 10-et. 11-et. Ti oda mentek Montenegróhoz. Ez a 10 egység pedig, ezek, hát ez nem 10, ez 22, ezeknek a kivételével. Ti pedig megkapjátok Szerbiát, és majd mindjárt kaptok tábornokokat is, de egyenlőre ezzel nem foglalkozunk. Fleet Logistics, Fleet, ez minket nem érdekel. Azt mondja, hogy Army Defense, Entrenchment. Legyen Defense, ugyanis sok helyen védekezni fogunk, 3,5 millió manpower-t kaptunk. Na most, ez egyelőre elég. Ezzel nem foglalkozunk. Szerbia elkezdett háborúzni. Nem érdekel minket igazából. Szerintem... építjük a... vagy elkezdjük a légierőt erősíteni. Breakthrough. Submarine. És Reinforce Rate. Ezeket mindet húzzuk kifele. És felveszünk egy tank designert, és hamarosan belekezdünk a tankok gyártásába. Azt mondja, hogy ez a 14 csapat, ez biztos, hogy defense-el. Ez a 20 csapat biztos, hogy defense-el. És ez a 30 is biztos, hogy defense-el. Tehát nektek az lesz a nevetek, hogy védelem. Védelem. Hát a nevetek pedig Balkán. És ezek a seregek fogják elsősorban megkapni az utánpótlást, nem pedig azok, akik a fronton vannak védekezve, hiszen építeni fogunk védelmi rendszereket egyaránt az olasz, illetve a szovjet, vagy hát orosz frontra jelenleg még. Infrastruktúrát fejlesztjük, mert az fos. És nem tudom, hogy állunk a pontokkal, és nem tudom, hogy állunk a research-ökkel. Jó, ezt meg tudjuk research-olni, ez már nem tudjuk, mert ez már 15-ös. Ezt elkezdhetnénk, de most nem kezdjük el. Field Hospital, hát erre nincs szükség, nincs szükség. Erre nincs szükség, de amúgy mindegy, kezdjük el ezt. Ezeket még nem. Így. És állítani fogunk a seregünk kinézetén. Ezek az elit seregek. Kapni fognak Arterilit. Kettőt. Így. A logisztikszer igazából nem tudom, hogy van-e szükségünk. Na mindegy. Ezek a seregek. Szintén kapnak Arterilit. Ez nem. Back. Ide nem rakunk semmit, ez nem jó, így ide viszont az általit bepakoljuk, az nem fogja változtatni igazából a dolgokat. Egy titeket nem bántunk, a lovasságon lehetne talán alakítani, nem tudom, hogy ennek kéne ártani, de szerintem nem. Viszont lehetne erősebb lovasságunk.
Mondjuk így. Jó. És körülbelül ennyi. Jó, így most már vannak, közben elkészültek a militári gyáraink. És építünk még, ugyanis kelleni fognak. Azt mondja, hogy csinálunk még reptereket, mert egy-két kelleni fognak, és nincsenek repülőink sem. Hard attack nem, soft attack kell nekünk. Nézzük. Medium, legyen light. Light aircraftokat fogunk gyártani, és arra helyezzük a hangsúlyt. És mivel vannak most már szabad gyáraink, mindenképpen elkezdünk gyártani repülőket. Körülbelül így. Jó. Ez melyik? Ez a 24-es. Jó. Király. Itt lesz az ideje annak, hogy a sargánynak adjunk tábornokokat egyébként. Teljesen mindegy, hogy kit egyébként. Nem nyú, nem kell úgy komolyan. Baszki, nem ezt akartam. Nem. Téged promótálunk, mert nála több az ember. Jé. Yeah. Ja, jó, tehát ezt hiába állítom. Oké, na mindegy. Köszönjük szépen, játék. Tudunk jobb armoret kell gyártani, úgyhogy gyártsunk jobbat. Oké, Militári gyárakat csinálunk. Veszünk fel még valakit ide. Ship designer. Ez jó lesz. Ezzel fogunk tudni researcholni gyorsabban a hajókat. Valamiaknál fogva még nem. Hát na mindegy. Csak akkor miért írtak ki? Mindegy. Jó. Kell a jobb equipment, kellenek a doktrinák, és nem tudok többet researcholni, jó király. Azt mondja, hogy... Ezek itt még mindig harcolnak, de lassan kiszorítják a törököket. És ezen a fókuszba szerintem meg kéne menni oda, hogy vagyunk 13-ba, így van, ide kéne eljutnunk. Ugyanis ezeket az erődöket meg kell csinálnunk az orosz határa, illetve egyaránt a olaszra is. Oké, vége a balkáni háborúnak. Nektek egy feladatok van, hogy ezt a kikötőt elzárjátok a picsába a világtól. Nektek pedig... Hát nektek nincs feladatotok. Tehát így egyenlőre álljatok ott és nézzetek a semmibe, mert nem tudunk veletek mit csinálni. Igen. Yeah. Tudunk még valamit researcholni? Ja, tudunk. Capital ship screen, anti-submarine. Tengerjárókat derítsük fel minél hamarabb, hogyha vannak. Rendben. Olasz frontot legelsőnek megerősítjük. Csinálunk még gyárakat. Ezzel készítünk még egyaránt equipmentet. És mit harcolnak Bulgária és Szerbia. És Románia. Beszáll Ábrúba. Románia még olyan nem volt, hogy te. Na mindegy. Adjuk is szerintem. Azt mondja, hogy gázmaszk és motorized egységeket fejlesztünk, illetve importálunk.
olajat. Jó. Partizánokkal kezdünk valamit. Ott van Empire Joint Second. Na. Hát itt már megint mindenki szarrá veri egymást. Oroszországtól importálunk. Nem tudom, hogy miért, hogy enged egy importálkat utál minket. Jó, most jön a orosz front, azt is megerősítjük. Hát ez csodálatos. Dobrudzsát ellopták a románok, ez egészen biztos. Ügyes volt Románia. Jó, mire van még szükségünk? Steel. Acélra, illetve egyéb dologra nincs. Jó. Support weapons. Recovery rate. És még... Ezt tudjuk-e? Így van. Ezt is húzzuk akkor, és ezeket az otthoni seregeket egyelőre nem bánjuk. Nagyjából ugye el vagyunk egyébként, az a helyzet. Szerintem legalábbis nincsen probléma. Rendben, meg vannak így erősítve ezek a frontok is. Azt mondja, hogy... Mit húzzunk? Mit húzzunk? Ezekre nincs szükségünk. Erre nincs szükségünk. Erre most nincs. Erre nincs. Jó, reagálunk az első balkáni háborúra. Hát még ez nagyon fontos. És még mindig tudunk. Jó. Mivel vannak feleslegben civil gyáraink jelenleg, ezért ide csinálunk ilyen erődöket. Tekintve, hogy picsa hamar felhúzzák őket, igazából tök mindegy, hogy itt vannak-e vagy nem. Jó. Több fára van szükségünk. Hát ez nincs. National Unity. Nincs. Tök mindegy. Tök mindegy. Legyen az. De egyébként teljesen mindegy, teljesen mindegy volt, hogy ott mit fejlesztek. Jó. Doktrinák. Az igazság, hogy itt nagyon nem tudunk mit csinálni már. Military police legyen az, de tök mindegy. Oké. Bulgária szeressen minket. Ezzel Szerbia nem fog szeretni minket, de minket ez sem érdekel. Mennyi repülőn van? Hát sok. Lehet, hogy ezt fejleszteni kéne. Egészen biztos vagyok benne egyébként, hogy fejleszteni kéne. Úgyhogy itt van airbase-ünk, de erre toljunk már egy párat. Aztán ide is csináljunk már vagy hármat, meg... Ide is vagy hármat. Jó, meghalt Ferenc Feldrend, és most jön a buli. Tehát... Gyertek a román határa, biztos, ami biztos alapom. Oké. Okay. Lassítsunk egy picit. És most fogunk belecsapni a lecsóba. Ez ugyanis izgi lesz.
Na, ne lassítsunk, pörgessünk, aztán megálltjuk majd, ha történik valami. Előtte minden esetre én mentek egyet, ha nem maragszotok. Hát, ez a játék kiszámíthatatlan. Na? Ja, megállítottam az időt. Oké. Okay. My bad. Ja. Aktiváljuk a terveket, és ez a sereg azonnal elindul erre. Ez a sereg azonnal elindul erre, ti pedig azonnal elindultok erre. Ti pedig támadjatok idefelé. Mindenki megtámad minket, de ez mindegy. Jó, király, király. Mindenki támad mindenkit, ezt tudjuk, igen. British Raj is megtámad, jó van, rendben. Hopp, ott van már 8 brit egység, látjátok? Ezért kellett ezt elvágni, mert különben tele nyomják egész Szerbiát mitekkel. És megállunk egy pillanatra. Ezt a 14 egységet arrébb kell rendelni, hogy itt is védjenek. És ami azt illeti, adunk még nekik 2 embert. És semmiképpen nem szeretném, hogy ott partra szálljanak. És ennek a 29 embernek hozunk még 4 tankot is. Ilyen armored post. Ja, hát igen, és ilyenkor ugye eléggé pirosak a dolgok, hiszen azt azért lássuk be, hogy ez a korszak nem arról volt szó, hogy itt gyorsan lehet haladni bármire is. Ugyanis a légi felényünk, az van, jó. Úgyis akkor még nem voltak olyan modell technikák, amikkel könnyen be tudtál kerülni az ellenséges vonalak mögé, és a többi, és a többi, és a többi. És szerintem nem is kell lecsetelni, elég érthető. Amit szeretek egyébként abban, hogy a játék retardált, hogy például itt egy tökéletes tartomány és nem akar bekeríteni. Ez határozott pozitívum, mert nem örülnék neki a bekeríteni. Jó. Montenegro kapitulált, na, nektek. Egészen biztosan nem ez lesz a frontotok, hanem így ennyi. És ti mentek, nyiss vele. Nem így. Az biztos, hogy nem így. Így. Ja, ugye, akkor most nem tudunk importálni. Ja, ja, hát, igen. Jó, Románia. Már egy kicsit többre lenne szükség, jó? Hát ezt se tudunk importálni. Németországtól, és ezt is csak Németországtól. Ja. Ez tök jó. Közben halk, vagyis hangos a zene. Így.
Sőt, még mindig hangos a játék. Jó, azt ott körbevettük, hát Belgrádnak rip. Hogy állunk? 42 000, Szerbia 7 000, hát ezt gondoltuk, Montenegro 5 000, hát igen. Elég brutális veszteséget okoznak, amikor te támadsz. Na, Oroszország? 27 000, még annyira nem is veleti szét magát egyébként. Az ott nem üres? De. Jó. Elmegyünk mögéjük, ha tudunk. Na mi van? Nyert a folyón átkelés, igen. Ez tud problémákat okozni, de ez most nem számít nekünk. Na, közben épülnek ezek a dolgok? Aha, most nem annyira. Hát ugye le is van lassítva az idő, persze, ilyenkor nem annyira. Na, kíváncsi vagyok, hogy be tudom-e hívni az olaszokat. Nem. Hát ez érdekes, na mindegy. Mit csinál Németország? Hülye, és támadja az oroszokat. Ez is valami. Nem mondhatjuk, hogy nem. Na, mivel Románia határozottan útban van, őt is le kell majd győznöm. Resistance, hát igen, azt tudjuk. Vagy hát, sejtettük. És vannak fölöslegbe gyáraink. Mindenképpen gyártsunk még support equipmentet. És mindenképpen importáljunk még. Szerbia kapitány. Jó, úgy látom, hogy nem mi támadunk, hanem a németek. Ez semmi gond. Meg tudjuk-e támadni? Igen. Has military access. Na, ez lesz a probléma, a teletömik. Egységekkel. Ja, de nem tudják, mert Törökország nem igen engedi, ja, de átengedi őket. Nem, még nem! Törökország nem fogja átengedni őket. Akkor megtámadjuk Romániát. Vagyis nyomunk rá egy war gold. Közben Szerbiát szeretni fogjuk. Magunkhoz szeretjük. Jó, Japán az csatlakozott a szövetségesekhez, úgyhogy... partokat azonnal megerősítjük. Aha, már jönnek is. Rendben. Balkán. Ebből 33 emberből, ez ugye mind ilyen fullos, ez mind fullos. Ebből 33 emberből. Vagy ebből? Nem ebből. Jó, már. Nyugi. 1, 2... 3, 4, 5, 6... 7, 8 embert kiveszünk. Ez a 8. Hát most vagy menjen...
Jó, így elrendeztük. És ez a 8 pedig megy. Ez a 8 megy ide. Ugye? Jó, ez így jó. És... az kéne, hogy ezt a 16-ot... kicsit rendezzük már át. Ez a 16 ember... jöjjön ide. Ez a 33 ember jöjjön ide. Ez a 40 pedig jöjjön ide. Jó. És neked pedig a színedet kicsit tegyük már át mondjuk egy zöldre, mert rohadtul nem lehet látni, hogy te most kivel vagy. Most mi van? Ja, ez invázió Románia ellen, ez tök mindegy. Triplane Fighter. Fightert fogunk gyártani. És megyünk tovább a nemzeti fókuszokkal. Jó. Király. És kellene egységek, akik őrizik a rendet. Ti lesztek azok. Nektek police lesz a nevetek. Ti abszolút később kapjátok a felszerelést, mint bárki más. Tehát ez nem is kell ide. Kaptuk egy military police-t. Kész. Ti belőletek kéne csinálni. Legalább 12-t. Ti fogjátok őrizni a rendet. Jó, researcheljünk tovább. Azt mondja, építsünk még militári gyárakat, jó. Mekkora az ellenállás? Ja, hát itt nagy az ellenállás. Na majd ezeket megcsináljuk. Aztán nem lesz itt ellenállás, abszolút. Németország... Pff. Németország kicsit veszti az embereit. Németország nem kéne annyira megőrülni, jó? Bár látom, a franciák át fognak rajta törni, tehát hogy ez... nekünk annyira nem jó hír. Portugál is, jó, hát igen. Még a portugálok azok így, meh, nem tudom. Nem tudom, mennyire van jelentőség nekik egyáltalán itt. Miből van jobb? Ebből van jobb felszerelésünk, oké. Okay. Fasza, beívták a törököket. Ez egyenlő volt az öngyilkossága, ugyanis most partra fognak náluk szállni, és szarrá verik őket a britek. Végül is nem gáz. Na semmi baj, Romániát még elfoglaljuk szerintem ebben a részben, és akkor utána ezt itt be is fejezzük. Oké, okay, eljött az idő, Romániát támadjuk. Van-e valahol valami üres része, ahol nincs betűnk törni? Nem jó. Igazából itt maxosan pörgetem az időt. Előre engedem az egységeket, hagy menjenek, nem akarok itt izé... állítgatni a dolgokon, kifejezettem.
Overrun. Jó, hát ez csodálatos volt a játék. De hogy tud? Nem, mindegy. Bukarest üres. És Románia kapitulált. Hát rendben van, ez meg is volna, ezeket még innen eltüntetjük, ha nem maragszatok. Ja, amúgy itt támadnak minket a... eredvás oroszok. Jó, rendben. Azt hiszem, hogy itt most megállunk. Megszereztük a román olajakat. Legyőztük Szerbiát és Montenegrót. Tartjuk a határokat. Oroszország hamarosan kilép a háborúból. És tudunk arra fókuszálni, hogy hát valószínűleg egyébként az, hogy belépett Törökország, csak beszopjuk, mert állandóan partiszárnak tapasztalatból meg tudom nektek mondani. Úgyhogy Törökország valószínűleg kihullik a háborúból elég hamar, de amúgy sincs jelentősége. Mindenesetre jó volt volna, hogyha Suez megszerzi, de nem fogja úgysem, mert retardált, mert a játék irányítja. Olaszországot meg tudjuk fogni, akkor utána mehetünk Franciaország fele, és közben tudok segíteni a németeknek is. Meglátjuk ebből mi jön össze. Tetszett nektek ez az epizód, akkor mindenképpen értékeljétek, légy szíves, és ebből fogom tudni, hogy akarjátok, hogy folytassam ezt a sorozatot, amiben most belekezdek. Szerintem nagyon jó mód, egyébként ajánlom mindenkinek. Próbáljátok ki. És akkor nagyjából ez annyi volt, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, legyetek jók, következőben pedig találkozunk, remélhetőleg. Na sziasztok!